Egyre tovább emelkedik a líbiai árvíz áldozatainak száma. A súlyos katasztrófa azután következett be, hogy a Daniel mediterrán ciklon hatására kialakultak nagy esőzések, és az ország északkeleti részén két gát is összeomlott, így még több víz zúdult rá a településekre. Megrázó felvételek következnek. Megállíthatatlanul zúdul a víz Líbia keleti részén fekvő Derna városára, miután hétvégén a Daniel névre keresztelt mediterrán ciklon lecsapott az országra. A hatalmas vihar a keleti városokban pusztító áradásokat okozott, az északkeleti részen pedig két gát is összeomlott, így még több víz zúdult a már elöntött területekre. Felborult autók, összedőlt házak és letakart halottak az utcákon. Igazi horrorfilmbe illő jelenetek Derna városában, amelyet gyakorlatilag teljes egészében elöntött a víz. Hallottuk, hogy a gát átszakadt és a víz elárasztotta a területet. Az emberek aludtak és senki sem volt készenlétben. Nekem a házam a völgy mellett van, szemben az Al-Shahaba mecsettel, az egész család egymás mellett lakik, mindannyian szomszédok vagyunk. Eddig 30 embert vesztettünk el, 30 családtagot. Még senkit sem találtunk meg. Csütörtök délutánig már több mint 5300 halottat találtak meg, több mint felüket tömegsírokba temették el. A város kórházai már nem működnek, a halottas házak pedig megteltek, így előfordul, hogy a holttesteket a járdákon hagyták. A mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak a romok alatt rekedtek kimentésén, de sok önkéntes is segít az emberek kutatásában. Még mindig keressük az áldozatokat. Felhívjuk az összes líbiai fiatalt, bárkit, akinek van diplomája, vagy bármilyen orvosi végzettsége, hogy jöjjön és segítsen nekünk. Hiány van ápolókból, segítségre van szükségünk. Reméljük, hogy Isten megáldja a lelküket és felemeli őket a mennybe, és imádkozom, hogy a családok újra egyesüljenek. El is kér a segítség, hiszen több mint 10 000 embert keresnek még a romok alatt. A történtek miatt sok ország és emberi jogi csoport ajánlotta fel segítségét Líbiának. Egyiptomból, Algériából és Pakisztánból már megérkeztek a mentőcsapatok a helyszínre, akik segélycsomagokat, valamint hordágyakat és egyéb felszereléseket hoztak a hatékonyabb mentés érdekében. A csapat, amely a líbiai kutató és mentőakcióban fog segíteni, a vízi mentési feladatokra specializálódott. Azok, akik túlélték a szörnyű katasztrófát is kétségbe vannak esve, hiszen elvesztették otthonaikat. Az élelem és ivóvíz hiány pedig hamarosan újabb tragédiát fog okozni az országban. A világélelmezési program mentőövet nyújt a líbiai embereknek, és 5000 családnak küld élelemcsomagot a térségbe. Sürgősen szükségük lesz azoknak az embereknek a segítségre, akik mindent elvesztettek az árvízben. Nem ismerjük jól a körülményeket, de jelenleg készen állunk arra, hogy élelmiszert biztosítsunk 5000 családnak, akiket az északkeleti áradások érintettek. Nagyon szorosan együttműködünk a kormánnyal, hogy felmérjük a szükséges mennyiséget. A világ együtt érez a súlyos katasztrófával sújtott líbiai lakosokkal. Több ország vezetője is kifejezte részvétét. Ferenc pápa pedig imát mondott az észak-afrikai országért és emberekért. Mio pensiero va alle popolazioni della Libia, duramente colpite da violente piogge, che hanno provocato allagamenti e inondazioni, causando numerosi morti e feriti, come anche ingenti danni. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i loro familiari e per gli sfollati. Non manchi la nostra solidarietà verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità. A líbiai áradás a kőolaj világpiaci árára is hatással van. Mivel több fontos kikötő is megsérült, az olajpiacon arra számítanak a kereskedők, hogy sok tankerhajó nem fog tudni elindulni, ezzel csökkentve a kőolaj kínálatát. A ciklon minden bizonnyal az egyik leghalálosabb lesz, amelyet Észak-Afrikában valaha is regisztráltak.